Ősszel minden évben elérkezik a fűtési idény. Ezzel kapcsolatban kérdeztük meg Csukle Tibort, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, aki elmondta, hogyan készültek fel a fűtési feladatokra. Ebben az évben is elvégeztünk távvezetékcseréket, ugyanis ezek 40-50 éves vezetékek, és több helyen rászorult arra, hogy cseréljük. Ugye a városban ment ez a zöld város program, az miatt is cseréltünk ki vezetékeket. Úgy gondoljuk, hogy kellően fölkészítünk a fűtés szezonra, annak ellenére ilyen régi vezetékeknél bármikor lehet meghibásodás. Itt az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudjuk elhárítani a hibákat. A Kadarka fűtőműben konténerkazánház épült, így az előző évben átadott egységgel együtt az már alkalmas a teljes hőellátás befedésére város szerte. Készítettünk ilyen konténerkazánokat, amivel dolgozókat lehet megtakarítani, tehát munkaerőt, illetve nagyon jó hatásfokú berendezéseket csináltunk, ami mindenképpen megtakarítást jelent. Ezzel az összhatásfok is jelentősen javul az intézkedésnek köszönhetően.